Mindenki került már olyan élethelyzetbe, hogy nem tudott nemet mondani, és itt köszöntjük Tóth Melinda pszichológust, akivel arról beszélgetünk, hogy hosszú távon miért egészségtelen az állandó behódolás. Ez engem például nagyon érdekel. Jó reggelt! Valóban tudnak lenni ennek mindenféle egészségre káros következmény, akár testi tüneteket tud okozni, hogyha hosszú távon magunkba folytjuk a saját véleményünket, és nem merjük kimondani. Változó, hogy kinél mi ennek az oka, valamilyen félelem szüli ezt általában, a másikat megbántjuk, a másik megharagszik ránk, azt gondoljuk, hogy a mi véleményünk nem számít, készségesen szajkózzuk a másikét, nehogy eltérjen tőle, nehogy ne ismerjenek el minket. Emberenként változik, hogy gyerekkorunkban mit tapasztaltunk annak kapcsán, hogy ha kritikát fogalmazunk meg, ha nem tetszést fogalmazunk meg, hogyha ellenkező álláspontot képviselünk, annak mi a következménye, és gyakran felnőttkorunkban is árnyakkal hadakozhatunk, arra számítván, hogyha nemet mondunk, annak mindenféle negatív következménye lesz, és nem feltétlen derül ki számunkra, hogy hát szabad ilyet csinálni, nem feltétlen rohan ki a világból a másik, hogyha nemet mondunk rá, megoldható. Ez a megfelelési vágy, mondhatjuk azt? Szólhat arról, szólhat önfeláldozás, hogy megsajnáljuk a másikat, mert előjáróban arra számítunk, hogy ő összeomlik, de az is lehet, hogy meg akarunk neki felelni, adunk a véleményére, számunkra tekintélyszemélynek számít, és ezért próbálunk olyat mondani, ami vélhetőleg az ő kedvében jár majd. És van, amikor bizonyos emberek nem tudom, mit jól gazdálkodni saját energiájukkal, saját idejükkel, és azt hiszem, hogy meg tudom, tehát könnyű igent mondani, könnyű azzal a párbajokat elkerülni, és akkor utána nem tud megcsinálni, mert nem fér bele, de egyszerűen nem tud nemet mondani. Igen, saját magunkat motiválandó a nemetmondásra, ilyenkor érdemes a hosszú távú következményekbe belegondolni, hogy mi lesz az ára annak, hogy ezt most elvárom. Pillanatnyilag jó lesz, mert majd én is örülök, hogy szívességet teszek meg, a másik is boldogan fogja ezt adott esetben fogadni, vagy nem feltétlenül szívesség, hanem akár egy elvállalt munka kapcsán, csak hogy hosszú van, az minek a rovására megy, ha már nem lesz magánéletem, már nem leszek együtt a gyerekemmel vagy a párommal, érdemes saját magunknak összegyűjteni, hogy amit vállalok, annak mi lesz az ára a jövőben. De nagyon sokszor láttam azt, hogy valaki nem akar összeházasodni, és nem mer nemet mondani, és belemegy abban, és olyan szituáció belekeveredik, abban nagyon nehéz kimászni lelkisérülésében. Igen, illetve pont ilyenkor, amikor olyan áldozatokat hozunk, amiről a másik nem is feltétlen tud, bennünk kezd el gyűlni a feszültség, és hát lesz egy olyan pont, amikor már túlcsordul a pohár, és mondjuk dürohamokban kijön, vagy tényleg megbetegedésekben kijön ez a dolog. Károsító hatása életen keresztül van ezt, én tapasztaltam saját magamon, a saját bőrömön. Meg lehet tanulni? Nem persze, mondani? Ez egy abszolút tanulható készség. De egyébként puding próbálja az evés, hogy mindig az a kulcs, hogy észrevegyük, hogy vannak feltételezések a fejünkben, de ezek nem feltétlen igazak a jelenünkben, és nem feltétlen minden kapcsolatunkban igazak, és ki kell próbálni, hogy melyik kapcsolatban mi történik, hogyha nemet mondunk. Nyilván egy értékes kapcsolatban ez nem fog károkat okozni, hogyha valahol tényleg mindahányszor lepattanunk a másikról, vagy felbőszítjük, amikor nemet mondunk, ott meggondolandó, hogy egyáltalán van-e értelme annak a kapcsolatnak, fenn kell azt tartani a mi életünkben. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Jó, akkor mi nemet mondunk. Jó, hogy folytatásra. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.